A PHV, azaz a testmagasság növekedési csúcssebességének időpontja, a testi érettség leggyakrabban használt mutatója. A testmagasság növekedésének sebessége a különböző életszakaszokban eltérő. A gyermekkorból a serdülőkorba, pubertásba való átmenetet a növekedési ráta fokozódása jelzi. A növekedés sebességének ezt a gyorsulását nevezik serdülőkori növekedési lökésnek. Ennek maximális sebessége, azaz a testmagasság növekedési csúcssebessége pedig a PHV. A gyermekek sportjával foglalkozó szakemberek számára a PHV fogalmának ismerete és bekövetkezési időpontjának becslése több szempontból is fontos. Egyes motoros képességek spontán fejlődése, illetve fejleszthetőségi potenciája összefüggés mutat a PHV időpontjával. A PHV időpontjának ismerete ezért mind a gyermek által nyújtott teljesítmény reális értékeléséhez, mind pedig az adekvát edzéseszközök és edzésmódszerek alkalmazásához, valamint a terhelés összetevő tényezők testi érettséghez való illesztéséhez is szükséges. A PHV időpontjára legpontosabban a testmagasság rendszeres, 3 havonta történő méréséből következtethetünk. A testmagasságban bekövetkező változás centiméter per évben megadott értéke jelzi számunkra a növekedés ütemének felgyorsulását, azaz a serdülőkori növekedési lökés bekövetkezését. A PHV időpontját a decimális életkor és egyes testméretek, a testmagasság, a testtömeg, az alsó végtaghoz és az ülőmagasság segítségével becsülhetjük. Az XFIT informatikai rendszere a rendszerbe bevitt mért adatok alapján tudományosan megalapozott képletek felhasználásával végzi el a PHV idejének becslését. A kalkulációhoz szükséges mérések végrehajtásának metodikájáról külön-külön tekintheti meg az oktató videónkat. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.